Ebben a kísérletben az ammónia gáz vízben való kiváló oldhatóságát fogjuk kihasználni, amely méltán viseli az ammónia szökőkút kísérlet nevet. A szükséges anyagok közül bemutatom az tömény ammónia oldatot, illetve fenolftalén indikátort fogunk használni a kísérlet látványosabbá tételéhez. A kísérlet elején ezzel a fenolftaleinnel megszínezzük a szökőkút kísérletben használt vizet. Az ammónia oldatot oldalcsöves lombikba töltjük, kihasználjuk, hogy a gázok magasabb hőmérsékleten kevésbé oldódnak vízben, tehát a tömény ammónia oldatból hő hatására az ammónia eltávozik. A fejlődő ammónia gáz kisebb sűrűségű, mint a levegő, ezért szájával lefelé fordított lombikban fogható fel. A kísérletben gondosan kell eljárnunk, hogy az ammónia gáz teljes egészében kitöltse a lombik térfogatát. Elzárjuk az ammóniagázt. A gumidugón keresztül egy kapillárisban végződő üvegcsövet használunk. Következő lépésben kevés vizet juttatunk a rendszerbe. És kihasználva az ammónia vízben való kiváló oldhatóságát, a lombik tartalmát feloldjuk ebben a kevés vízben. Közben a piros rózsaszín elszíneződés a fenolftalénnek köszönhető, amely a bázikus tulajdonságot mutatja ki. Ha az ammóniát sikerült feloldanunk, jöhet a kísérlet látványos része, újra a vízbe helyezzük a lombikot, és várjuk, hogy a víz a nagyobb nyomás hatására benyomuljon a lombikba.
Kísérletünk sikerét mutatja, hogy az ammóniagáz helyét a víz foglalta el.